Sziasztok, Amino vagyok, és ez itt újra a City Skyline. Folytassuk tovább a városépítést. Múltkor ott hagytam abba, hogy nagyon nagy szükség van emberekre, és kell még lakóépületeket építenem. Tehát most ezzel fogom kezdeni. Húzunk fel egy-két utat. És tudom, mondjuk erre. Nincs elég pénz. Akkor felveszünk egy kis kölcsönt. Így. És... csináljuk tovább. Na, végül is ide. Vezethetjük. Így. Akkor... így. Akkor víz, az mindig kell. Így. Így. És mondjuk így. Nos, áram az majd lesz. Akkor jöhetnek az emberek. Egyelőre... még csak itt. Ezen a részen. Aztán majd később jönnek még többen. Most egyelőre ennyi. És még azt akartam megnézni, ugye, hogy most megkaptuk már a... hát igen, sejtettem, pont oda építettem. Megkaptuk most az... ezeket a lehetőségeket, hogy tudunk... ki tudjuk használni a természet kincseit. Természeti kincseket, tehát tudunk építeni, tudnánk, csak pont oda építettem, itt vannak művelhető földek, itt vannak erdők, a többi az most egyelőre nincs, hát igen, a külső területeken lesznek még, de egyelőre most, habár megtudjuk, tudunk venni, látjátok, tudunk venni új területet, mondjuk ezt megveszem. 7200, na nem baj. De viszont oda... ide... ide tudok rakni farmokat. Akkor csináljunk is farmokat. De... előbb ezt az utat itt... be kéne vezessen. Így bevezetem, aztán kész.
Igen, csak ez egyirányú út. Úgyhogy... ezt is... nem lehet ezt... nem lehet... akkor... upgrade-elni akarok, csak utat vezetni. Így. Ami már nem egy irányú. Ezt is szépen ledózeroljuk. És csinálunk ebből is. Így mi. Kicsit megnagyobbítottuk az utat. De végül is az úgy jó. Ó, még nincs. A page up, page down-nal tudtok magasítani, illetve alacsonyítani utakat. Így. Jó, akkor ez marad így. Csak akkor ezt kéne. Nem, miért nem? Hát ez így elég hülyén néz ki. Na mindegy. Na meglátjuk, mit tudunk tenni az ügy érdekében. Na de most nézzük. Hol vannak? Itt vannak farmok például. Akkor innen... így... átvezetünk egy utat. Ezt nem lehet összekötni. Hát nem. Sajnos nem. Ezt a részt meghagyjuk másnak, és ide, erre a részre teszünk farmokat. Így mondjuk. Így, mi? Ezek agrár... agrár... farmok, illetve farmok lesznek. Így, mi? Víz van. Áramot kell majd csak bevezetni, de most arra vagyok én kíváncsi, igazából. Hogy itt az autók hogy fognak közlekedni. Mert ez itt elég hülyén van megcsinálva. Na de semmi baj. Idővel megoldódik az is. Hát úgy látom boltokra is szükség van. Úgyhogy helyezünk el egy-két boltot még. Yeah.
Voltak mindig jól jönnek. Na de a... az agrár területünk nem nagyon akar fejlődni. Na várjunk egy pillanatra. Ezt én itt el fogom dozerolni, mert ez így nekem nem tetszik. Így. Na akkor... Elég hülyen néz ki, de talán jó lesz. Te? Ezt is összekötjük. Így. És meglátjuk. Így milyen lesz a forgalmunk. És már csak várni kell, hogy fejlődjenek a dolgok. Néz ki, elég kevés ott a farm, úgyhogy visszavesszük a sebességet, és ide még nem tudom, hogy ennek zajszennyezése van. Ez a baj, még nem épült meg, úgyhogy nem tudom. Na mindegy, ide is kéne tegyünk farmokat, még ide a város szélére. Itt az épületeket, hát hogy el kell bontsam. Pont itt van a farm rész. Na. Akkor álljunk meg egy picit. Illetve nem, hadd menjen. Hadd menjen. És az embereket átköltöztetem ide, ezt a részt itt. Megcsinálom farm gazdaságnak. Na várjunk, először is. Így. És eltűnnek az épületek maguktól, valószínű. Maximum oda, azokra a részekre megteszek majd lakóházakat ismét ide. Na szóval. Na de most viszont tényleg megállítjuk az időt. Így. Ez a rész kell csak itt nekünk. Habár így. Így. Pont földút. Hát, mindegy. Azt akartam. Akkor innen. Oda kötjük, de nem fölött a... nem ezt akartam. Szóval innen oda kötjük, de rendes mondta. Na is. Nagyjából innen. Így. Akkor... innen is kivezetünk egy utat odáig. Így.
húzzuk földúttal. Így, nagyjából ez a terület, amit még be lehet. Igen, ez a terület, amit még be lehet itt művelni. Így. Akkor nézzük. Be lehet az egészet? Hát nagyjából az egész területet befogjuk. Így. Nagyjából. Remélem ez nem lesz negatív hatása itt a... az emberben. Bár azt ott nem. Mindegy, ezt itt le. Beműveljük, megműveljük. Ezt nem. Meg ezeket sem. Hát nem tudom, hogy itt... Jó lesz az úgy. Akkor körzet. Így, végül is ez. Így. Nagyjából. Akkor már legyen ez is. Ezt egy kicsit visszább. Ezt is egy kicsit visszább. Ez úgy legyen a határválasztó. Így. És ez a terület lesz. Az agrárkultúra. Meleg ágya. Hát áramozva később. Na, indítsuk. És nézzük, hogy betelepülnek-e a mezőgazdasági. Ó, kezdenek, jó van. És tehát még emberek is kellenek. Jöhet a nagyobb jelölés. Így. Ott megint hagyunk egy kis helyet. Ott is vagyunk. Így. Hol? Ott hagyunk helyet, ugye? Na mindegy, benépesítjük itt az egész területet. Ezt itt meghagyjuk. Jó, tudom, új épületek is vannak. A részt szintén meghagyom. Úgy. Úgy itt lehetnek boltok szintén. Jó, akkor ez a rész megvan. Nézzük. Rendben, jönnek a farmok is. Most már jó lenne egy kicsit a költségvetésünk pluszba menne, mert igen, csak fogytán vagyunk pénzzel. De viszont lassan leérik az ezres, 1000 fős lakosságot. A következő mérföldkövünk 1100-nál lesz, ahol megkapjuk a középiskolát. Remek. Három probléma. Nem tudom, megkaptuk-e már a... nem kaptuk még meg a vízi. Ezért azt majd... 1700 főnél... Akkor ismét kirakok egy ilyet. Ja, 1900 főnél, bocsánat.
Na, elértük az 1500 főt, tudunk középiskolát építeni, de ezt még nem tesszük meg, mert még kevés a pénzünk. De viszont megjelentek az újabb épületek, épülettípusok, az egyéni épületek, amikhez bizonyos dolgokat kell teljesítenünk, amit már korábban említettem. Ezeket meg is tudjuk nézni itt a mérföldköveknél, hogy mihez mit kell tennünk. Erről majd később. Most egyelőre nézzük. Ó, igen, megjelentek a parkok. Erre vártam. Ide rakunk egy kis parkot, és mindenki boldog. Ide is rakunk majd, de majd később, mert ezek nagyon drágák. Mondjuk egy baseball haját, azt majd később rakunk mondjuk ide. Vagy most, ennek ide is lehetne, mert itt kicsi a boldogság, így. Na, lerakom most, hogy legyenek boldogok az emberek. És akkor nézzük. Nézzük a boldogságot. Hát, majdnem mindenki boldog. Ők itt miért nem? Kicsi Destiny Density. Jó, most már jó. Na nézzük, alapvető boldogság 71%, a lakosság 78%, 82%, növekszik folyamatosan, remek. 82% a boltok elégedettsége, és 90% az ipar elégedettsége. Áram van mindenhol, bár lassan elérjük a kapacitás maximumát. Víz van, szemétszállítás. Az jó, de most ezt nem tudom, hogy kell nézni. Pirosban van, de... nem tudom. Oktatás egyelőre jó. Boldogságot néztük, folyamatosan növekszik. 73%-os a egészség. Hát igen, itt még egyelőre kicsik a házikók. Szél az van. Trafik, hát a forgalommal sincs most egyelőre még olyan komoly a probléma. Szennyezés, jó, ezek nem szennyeznek. Nézzük, zajszennyezés, hát igen, kicsit zajszennyezőek, de semmi baj. Tűzbiztonság 32%-os, igen, ide kell majd rakunk is egy tűzoltóállomást. Mennyibe kerül? 12 000, de kell, hogy ne legyen tűzveszélyes az ipari negyedünk se. Bűnözés, jó, 4%, az kevés, forgalom, vagy szállításra nem tudunk. Populáció, na. 21% gyerek, 27% tini, 1% fiatal felnőtt, 51% felnőtt, és nincs öregünk. Remek, 21-en születnek hetente, nem hal meg még senki. Remek. Ezek a külső csatlakozások, az nem érdekes. Területértékek, hát az még átlagos. Ugye a természeti erőforrások, jó lenne, ide is jönnének már. Körzetek és ja, és a parkok, vagy ilyesmik, szabadidős tevékenységek. Na, rendben. Akkor nézzük, hogy állunk. Hát igen, a pénzünk már jön fölfelé, beköltöztek az emberek, de itt még hiányoznak. Igen, mert itt kihagytam egy részt, ide még például megnézzük, hogy mennyibe kerül. Hát igen, ez még drága, azt nem tudjuk megvenni. Egy középiskolát kéne majd hamarosan eszközölnünk. Ezt meg ide. Szerintem ide rakhatjuk.
Igen. Egyelőre jól állunk. Csak még el kell gondolkodnunk, hogy merre fogunk tovább terjeszkedni. Én szerintem majd ezt a két területet fogom legközelebb megvenni, hogy ezt a szigetet be tudjam majd népesíteni. Ó, jó, épülnek a farmok. Nézzünk ki a farmokra. Találhatunk. Ó, vígan legelésző tehenek. Sok-sok termőföld. És mindenféle kis parasztságok. Nincs áram. Na ne, kezd már megint az áram. Fogyni. Igen, ez várható volt. Úgyhogy még egy szélturbina. Most már örülnék, hogyha meg lenne az 1900-as lakosság, és le tudnék helyezni ilyen vízi szélturbinát, ami sokkal, de sokkal több áramot tud termelni. Mi? Nincs víz? Miért nincs? Ó, innen nem vezettem még ki a vizet. De ott sincs, és nem is szóltak semmit. Ja, de itt áram sincs. Ezek miért nem? De attól függetlenül dolgoztak, ezt nem értem. Áram sincs itt. Na mindegy, ide. Ide is teszek egy szélturbinát. És ez is kap áramot. De nem értem eddig, miért nem csipogott, hogy nincs áram. Ó, ismét lakossági. Lakosság hiány van. Emberek. Na, várjunk csak. Jogi. Na, akkor erre a felére is csinálunk egy kis lakóvezetet. Úgy látom ismét, majd pénzt kell felvegyünk. Jó, egyelőre ennyi. Egyelőre, mivel még nem sok pénzünk van, ezért most csak ennyit csinálok, de hamarosan benépesítem őket. Csak még, hát nem tudom, felvegyem a másik hitelt, felveszem, csak azért, hogy meg tudjam csinálni itt ezt a részt. Egyenes utakat kérnék. Mi van? Nincs elég hely. Miért nincs? Semmi baj. Na, ezt a részt itt kihagyjuk. Ezt. És ide erre a részre költöztetek ismét embereket. Úgy. Na. Úgy. Víz. Mi van a helye? Miért nincs elég hely?
csak innen kell. Így. Na. Az árammal lesznek itt még problémák, de mindjárt azt is orvosoljuk. Úgy. Ide teszek egy-két boltot. Amíg talán át fogják vinni az áramot. Legalábbis remélem. Így. Csak épüljenek meg. Gyerünk, gyerünk, épüljetek, boltok! Gyerünk, gyerünk! Épülni, épülni! Épüljetek már! Nem leszünk így jobba. Nem akarok átvezetni ott áramot most. Tudom, boltra nincs szükség, de akkor is. Hát jó. Akkor majd így talán. Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Majdnem. Gyerünk már. Csak át kell vezessem az áramot. Jó. Örüljetek, van áramotok. Nincs elég tanult munkás. Nézzük akkor meg a... Aha, lenne itt. Hát kéne majd főiskola, de... Még egyelőre nincs rá pénzem. Általános suliból is kell majd még egy. Mi van már megint az árammal? Azért. Így. Na most még mindig emberekre van szükség. Hát jó, de legalább meg lesz. Mindjárt meg lesz az 1900-as lakosság. És akkor újabb mérföldkőhöz érünk. Erünk már, hát van áramotok, ne ríjatok. Farm gazdaság. Hát igen, ott még mindig nem. Ez az. Megkaptuk a busz közlekedést, és újabb utakat, és a temetőt, és az vízi szélturbinát, remek, és kaptunk pénzt, és akkor most... Igen, tudom. Ezt akartam pont elhelyezni, csak nem tudom még hová helyezzem. Legyen itt. Itt azért aránylag... Aránylag mindenki boldog lesz. Jó, most már van elég kapacitásunkra. Remek.
Hát igen, a buszdepóhoz még nincs elég pénzünk. De viszont megvan a szélturbina, vízi szélturbina, ami 20 megawattot tud termelni. Egyet le is helyezek. Amint elindul, ez az, most már nem lesz gond az árammal egy darabig. Na, akkor szokás szerint emberek kellenek. Nagyon még ezt a területet benépesítem. Na de várjunk. Itt is vagyok ki szabad területet. Itt, meg mondjuk ott, így. Így, innentől. Mehetnek ismét. Mert oda középre rakok esetleg közszolgáltatásokat, vagy parkokat, vagy ilyesmi. Akkor van elég pénzünk utakra, akkor csinálunk még itt utakat. Jó. Akkor legyen úgy. Így. Itt pedig. Területet. És ezt a területet kihagyom még. Nem tudom még mit rakok oda, de jó, hogyha van üres terület. És ezt a részt is itt benépesítem. Ezt is. És ennyi ember már remélhetőleg elég lesz. Mi a baj? Ja, igen. Nem volt elég. Nincsenek elég. Nincsen elég. Tanult munkás. Jó, majd mennek suliba, akkor majd lesznek tanultabbak. Valamiért nem akar följebb menni költségvetésem. Így. Kicsit megemeljük az adókat. Jó, a farm gazdaságaim is már kezdenek virágzani. Ott egy traktor! Kapacitás 100%, itt is a traktor. Hát ez nem teli, nincs teli. De semmi baj. Nos, nézzük, mi van. Város szerte jó rendben. Kellenek még gyárak, kéne egy pár gyár is. Nézzük a trafikot. Jó, még aránylag tűrhető. Úgyhogy költözgessetek csak emberek, következő mérföldkövünk. 3800 főnél lesz, ahol is új utakat fogunk kapni, és a közszolgáltatások közül a nagyobbakat. Rendőrfőkapitányság, tűzoltóállomás, rendes kórház és olaj, tüzelésű olaj. Mi ez? Olajerőmű. Áramszolgáltatásként. Hát jó van, gyerekek, szerintem egyelőre ennyi volt ez a rész. Legközelebb innen folytatjuk. Köszönöm, hogy velem tartottatok, Albino voltam. Sziasztok!